Fogadták a költségvetést halásztelken, mi várható ebben az évben? Egy viszonylag nehéz időszakot élünk meg itt Magyarországon és Európában is, ez sajnos halásztelken is megjelenik, úgyhogy a, a költségvetésünk az idei az hát gyakorlatilag nem tudtunk jobbat készíteni, mint a tavalyi évbe. Tavalyi évbe hihetetlen sokat tudtunk a városra költeni. Ez most a energiárak növekedése miatt a töbleteinket lehet, hogy fel fogja emészteni a, a villamosáram és a gázárnak a, a növekedése. Bár ugye belefogtunk egy olyan fejlesztésbe, hogy lehetőleg a legkevesebb energiát használjuk fel fűtésre, világításra, egyéb dologra. Úgyhogy ennek lassan a végére érünk, ez érezhető itt is, most ahogy riporter asszony panaszkodott, hogy hideg van valóban úgy néz ki, hogy azokat a helyiségeket, amit nem használunk állandóan, azokat nem is fűtjük olyan intenzitással, mint eddig. De azért azt tudni kell, hogy ennek a épületnek, a kastélynak a tavalyi évi gázenergia felhasználása több mint 19 ezer köbméter volt. Na most ennek ugye előírás szerint a negyed évvel kellene csökkennie, de mi szeretnénk elérni egy olyan csökkenést, ami azt jelenti, hogy esetleg eljuthatunk oda, hogy a fele energiával fűthető. Ennek érdekében most készítettek az elmúlt három-négy hónapban folyamatosan készült, talán még teljesen nincs is kész. Egy olyan energetikai korszerűsítés történt, amiben ö, ki itt lettek a különböző köröknek a szabályzó szelepei újra cserélve, és ezek kaptak egy, mondjuk úgy, hogy egy számítógépes, egy nem helyi szerveren működő szabályzó kört. Hát ebből voltak is úgy problémák, mert az eddigi időszakban hozzászoktak a dolgozók, hogy melegebb van itt bent az épületbe. Most viszont ugye ez a komputeres szerveres rendszer figyeli a helységek hőmérsékletét, valószínű, hogy egy ennél a mostaninál egy kicsit kedvezőbb üzemre fog tudni beállni, mert ugye itt padlófűtés van, és ennek a rendszernek a tehetetlensége miatt még Elég nagyok az ingások, de azt mondták a, a építői, hogy ez egy ilyen önfejlesztő, öntanuló rendszer, úgyhogy gyakorlatilag, mivel rálátok, én is meg tudom nézni ezeket a, a különböző adatokat, grafikonokat, stb., látszik, hogy azért csillapodik egy kicsit a rendszernek a lengése. Mondjuk ez nem a költségvetéshez tartozott, csak olyan értelemben, hogy ha tudunk könnyíteni anyagilag, akkor azt a városra tudjuk fordítani. Az idei évben tulajdonképpen az utakra szeretnénk megint a legtöbbet fordítani. Teljesen nem vagyunk azzal tisztában, hogy mennyi lesz a szabad forrásunk, megterveztük a költségvetést. Óvatos költségvetést, de szerintem nagyon jót készítettünk, és akkor itt. Rögtön meg is köszönném a pénzügyes kollégáknak, hogy immáron ez a, a sokadik olyan költségvetés, aminél tényleg az ember azt tudja mondani, hogy tartható, nagyon jól tervezett, egy kicsit úgy tervezett, hogy esetlegesen, hogyha minden jól sikerül a bevételi oldalon, akkor többlettel is rendelkezünk. Nem sokára elkezdünk két nagyon sáros környéket útalappal ellátni, ahonnan már panaszok is érkeztek be. Természetesen ez hozzá tartozik, hogy magántelkek, magánberuházásban épített magánházait gyakorlatilag az utak átvételével magára terheli az önkormányzat. Most volt is már egy olyan útszakasz, amit nem voltunk hajlandóak átvenni, csak úgy, hogyha valamilyen útalapot készítenek. Tehát ott, akik a fővárosból ide költöznek, vásárolnak itt egy lakást, az ő számukra, meg nagyon sokszor az eladó az úgy prezentálja az építőt, majd az önkormányzat nem sokára ezt meg azt megcsinál, de természetesen szeretnénk, mi örülnénk a legjobban, hogyha nagyon gyorsan mindent meg tudnánk oldani, de ez elsősorban anyagi kérdés, nem szándéktól függ. A költségvetésből már egy kicsit kisebb energia számlákat úgy kisebbet, hogy a megnövekedett költségekhez képest itt, most a villamos költségeink azok durván a hatszorosára nőnek, most már megvannak azok a számok, hogy milyen árakkal kell dolgoznunk. A gázra a közbeszerzésünk úgy zárult, hogy itt csak a úgynevezett marzsot jelölte meg a a kereskedő, tehát egy megawatt, az 95 köbméter gáz, annál ők 8 eurót fognak rárakni, tehát 3200 forintot tesznek rá a, a ilyen kereskedő járrést, és amennyiért vásárolják éppen a adott gázt, hogy éppen orosz gáz érkezik egy ilyen hosszú, távú szerződés alapján, amiről itt kereng mindenféle információ, nem tudja senki pontosan, de valamilyen 6-9 havi átlagot számolnak a, a Gazpromnál felénk. Tehát ez adott esetben lehet, hogy éppen jó, mert kevesebb, mint a piaci ár, de adott esetben meg magasabb, mint a piaci ár. Tehát mindegy, ez nem a mi dolgunk, mi csak ki kell fizessük. Úgyhogy most jelen pillanatban viszonylag jó a gázára, de hát ez, hogyha nyáron elkezdik a, a nyugat-európai tárolókat feltölteni, lehet, hogy magasabb lesz. De lehet, hogy már addigra lesz kínálat is, nem tudjuk. Hát enyhetelünk volt, tehát mondhatjuk azt, hogy ebben az évben vagy most viszonylag szerencsések vagyunk, hiszen nem dübörögtek a mínuszok heteken keresztül. Ezt otthon is mindenki érzi egyébként, hogy jóval kisebb a, a fűtési költsége, mint eddig volt. Ezt se tudjuk, hogy majd tényleg a globális felmelegedés miatt jövőre is számíthatunk-e vagy történik valami olyan, ami miatt... Ugye az Egyesült Államokban nem voltak olyan telek, mint ami most rájuk köszöntött, hiszen Floridától 100 150 kilométeres távolságra, tehát egy kimondott mediterrán résztől 150 kilométerre mínusz 20 fokokat mértek egy-két hétig. Úgyhogy ebben nem lehetünk biztosak, hogy mindig enyhetelünk lesz, de most ennek örülünk. De mondhatom azt, hogy polgármester úr folyamatosan újabbnál újabb kihívások elé néz, hiszen amikor elkezdte a munkát, akkor is ugye egy, hát egy nehéz helyzetből indult, ugye nem igazán voltak tartalékai halászteleknek, aztán jött a Covid időszak, és most is azért nagyon kell figyelni és gondolkozni, matekozni, hogy mit, hogyan lépje meg. Mégis, hogyha ki kellene emelni egy valamit idáig az elmúlt éve, Során, amire nagyon büszke, hogy ezért itt ezt halásztelken elérte, akkor ez mi. Elsősorban arra gondolok, hogy el tudtunk érni egy olyan helyzetet 2021-re, nyarára, amiben, így szép szóval azt szokták mondani, hogy a likviditásunk rendbe jött. Tehát ki tudtuk fizetni a számláinkat, pozitívba került a, a folyószámlánk, tehát onnantól kezdve nem hitelből élünk, ezt aki már került egy ilyen hitelválságba magánemberként vagy lakosként, azért az talán tudja értékelni, hogy milyen dolog az, amikor a hó végén a bögréből szedik ki az apró pénzt. Ezen túl kerültünk, és hála Istennek, hogy onnantól kezdve, hogy az ember túl van ezen a válságos állapoton, akkor már egy kicsit jobban látja azt, hogy mi az, amit el lehet költeni. Tehát most, ha van plusz lehetőségünk, akkor azt költjük a városra. Tehát nincsen semmi extra juttatás, a önkormányzati dolgozóknak a bérét teljes vertikumba igyekszünk úgy tartani, ami ha piacképes nem is lesz, a, a privát szektorhoz soha nem lesz hozzámérhető, de megtartja a dolgozókat. A úrral mi úgy döntöttünk, hogy mi még akkor is, amikor mások javasolták, nem fogadunk el semmiféle olyan dolgot, hogy jutalom vagy bármi más ilyen dolog abszolút saját költségen élünk, tehát saját autónk van, magunk tankoljuk, nincsen üzemanyagkártyánk, nincsen céges autó. Ezt egészen addig fogjuk tartani, nem tudjuk ugye a választásokon majd milyen eredmény születik, de egészen addig fogjuk tartani, amíg nem az lesz már, hanem, hogy hova tegyük a pénzünket. De hát egy ekkora településen ez nagyon-nagyon ez ritka. Az idei évben szintén ö, olyan útfelújításokat tervezünk. Ugye a pályázatokon keresztül lehet nagyobb útfelújításokat csinálni, csak a kátyúzással szeretnénk egy kicsit jobban odafigyelni. Azokat a földutakat, ahol olyan probléma van, hogy nem tud bemenni mondjuk a szemétszállító kocsi, azoknál most ö, még tavasszal, amikor az időjárás engedi, akkor útalapot készítetünk. Idén is meg lett pályáztatva a utak karbantartása. Még nem láttam eredményt, de beérkeztek a pályázatok. Most nem szeretnék utcaneveket mondani, mert van két nagyon rossz állapotú területünk. Az egyik az a Sándor Pál utca környéke, a másik pedig egy olyan terület, ahol csatorna sincs, még egyik utcába a vízvezetéket köttetik be a lakók saját pénzen. Sajnos mi nem tudunk magánterületeket úgy támogatni, hogy a mi fejlesztésünk, ből legyenek a közművek megépítve, a csatornával kapcsolatosan, meg azt hiszem már lassan mindenki tudja, hogy új csatorna bekötés nem engedélyeznek, tehát ilyen fejlesztést nem tudunk végezni. Nagyon komolyan szeretnénk a tavalyi évben átadott két óvodai csoportszobának a külső részét is rendbe tenni, ott befejezni a nyílászárók cseréjét. Elsősorban ezek azok, amire az idén tudunk gondolni, és nagy valószínűséggel hamarosan el tudjuk kezdeni a bölcsőde építését, és szeretném megnyugtatni ott a környéken élőket, hogy az egyéb fejlesztésekkel is együtt járhat, tehát onnan van némi nyomás, hogy miért pont oda, mert ott tudtunk területet vásárolni, ennek ez egy rövid próza oka. A másik az, hogy ott elvileg lesz majd egy ilyen gyűjtő út, ami ha nem épül meg a bölcsőde, akkor senkinek nem érdeke, hogy az a gyűjtő út létrejöjjön, így viszont nagy valószínűséggel a bölcsőde átadására ott a rákócival egy közvetlen ilyen gyűjtő út el fog valamilyen szinten készülni. Nem tudjuk, hogy ez martaszfalt lesz, vagy pedig rendes aszfaltutat is tudunk építeni. Hát figyeljük a pályázatokat, de most azt hiszem mindenki tudja, hogy nem túl sokat írnak ki, mert uniós forrásokat befagyasztották. Nem szeretnék arra kitérni, hogy ennek milyen indokai vagy okai vannak. Úgyhogy most ezek a fejlesztések, ezek sajnos állnak az önkormányzatoknál is. Én remélem, hogy ennek hamarosan vége lesz, és akkor, akkor el tudunk indulni tényleg egy újabb fejlődő irányt véve halászteleknek. Nagyon szeretnénk az egészségházat, az az, ami én úgy gondolom, hogy az egyik legégetőbb következő nagy projektünk.